Vadifestők csoportképe, középen Ripő Rónai Józseffel, mögötte Medgyánszky László 1916-ban. Igaz, Ripő Rónai egy macskát tart a kezében. A Hadtörténeti Múzeum kiállítása ezúttal a katonák és a kutyák közötti bajtársi kapcsolatra fókuszál, mégpedig az osztrák-magyar monarchia időszakától napjainkig. Nagyon sok változás felfedezhető. Érdekesség, hogy az osztrák-magyar monarchiában ugye az első világháborúban kezdték el a kutyákat hivatalosan alkalmazni a hadsereg kötelékében, és rengeteg feladatra használták őket az első világháború során. Szállításra, őrzésvédelemre, akkor egészségügyi kutyaként, és nagyon sokfajta kutyát is alkalmaztak, hiszen különböző feladatokra meg kellett felelniük. Xerxész perzsa király idején harci kutyákat képeztek ki a háborúba, a későbbi időszakok során pedig egyre inkább védelmi szerepet kezdtek el betölteni a négylábú bajtársak. Az alkalmazási módok, amelyek az első világháborúban voltak, így gondolok elsősorban a fogatolt kutyákra, vagy a patkányírtó kutyákra, az első segély, vagy a személykereső kutyákra, ezeknek a konkrét alkalmazási területe már megszűnt, de egyébként erre a célra alkalmaznak továbbra is kutyákat. Például Magyarországon a személykeresésre a rendőrség is, a honvédség is alkalmaz kutyákat, amelyek visszavezethetők az első világháborús tevékenységre. Napjainkban 5 kutyás alegység van a magyar hadseregben, amelyek feladatai közé tartozik a robbanóanyagkeresés, az őrzővédő szerep és a járőri teendők. Külföldön a kutyavezetőt és a kutyát úgy nevezik, hogy team, tehát kettő együtt egy csapat. Mi is azon vagyunk, hogy ezt elérjük. Elsősorban természetesen a kutyavezetők szemléletét kell megváltoztatnunk, másodszorban a hozzájuk kötődő kollégák szemléletét kell megváltoztatnunk, ugyanis valóban együtt dolgozik a kutya és a kutyavezető. Kettő külön-külön nem tud olyan eredményt produkálni, mint ketten együtt. A várban lakó kutyások előszeretettel sétáltatják itt szeretettebbeiket a Tóth Árpád sétányon, és hát reméltük, hogy ha esetleg itt erre járnak, megtetszik nekik a kiállítás, akkor egy idő után esetleg benéznek. Az itt látható 2 éves belga juhász Spirit nem éppen nyugodt sétákra alkalmas kutya. Gazdája Púza András az akadálypályákkal teli Hard Dog Race verseny megalapítója. Korábban a honvédségnél volt kutyavezető tűzszerész, 7 hónapos afganisztáni szolgálatra a belga juhász Ronin kísérte el. Jelenlegi kutyája folyamatos kiképzés alatt áll. András, te hosszú éveken keresztül szolgálati kutyavezető voltál. Hogyan tekintesz a szolgálati kutyákra, azon belül is a te saját szolgálati kutyádra? Én úgy gondolom, hogy a kutyavezető és a kutya közt mindig van egy nagyon személyes kapcsolat kell, hogy kialakuljon. Az az igazi, amikor ők párossá válnak tulajdonképpen. Nekem az afganisztáni szolgálat során a szolgálati kutya nagyon sokat segített érzelmileg is, tehát a nehezebb pontokon átjutni. Ő kifejezetten egy munkakutya vérvonalból származik. Tehát mint az édesapja a mentőkutya, a világbajnok, édesanyja a szolgálati kutya, tehát azért vele kapcsolatban mindenre is fel kell készülni. Elképesztő sok energia, agymunka és fizikai lefárasztás szükséges ahhoz, hogy kultúráltan együtt lehessen élni vele. Úgy kell őt elképzelni, mint egy, összekevernénk egy elképesztően energikus atlétát vagy sportolót, és beletennénk mondjuk egy Nobel-díjas tudósnak az agyát. Tehát ez a belga juhász, röviden jellemezve. Arról, hogyan segítik a rendvédelmi szervek munkáját a szolgálati kutyák, többet is megtudhatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának hallgatói. A tantárgyat dr. Pálinkás András pénzügyőről ezredes vezette be 2016-ban. A tisztjelöltek ismerjék meg, hogy van egy olyan eszköz a rendvédelmi szervek és a hadseregek kezében, amely bizonyos szakismeretekkel rendelkezik, illetve bocsánat, úgy mondanám, hogy szaktudással rendelkezik, amelyet per pillanat még a technika nem tud pótolni. Ugye mondást tartja, hogy aki a múltját nem ismeri, a jövőjét nem érdemli. Nagyon kevés fennmaradt dokumentum van a szolgálati kutyáknak az alkalmazásáról. Éppen ezért ez a kiállítás úgy gondolom, hogy egyrészt úttörő, másrészt pedig követendő példa lenne.